Hamarosan a gyakorlatban is csökkenhet a bürokrácia az építésügyi eljárásokban. A miniszterelnökség 17 pontban fogalmazta meg a kormány építésüggyel kapcsolatos céljait. Az intézkedési tervben többek között az is szerepel, hogy az érintett szakmai szervezetek bevonásával ki kell alakítani a tervezőkre és az építőipari kivitelezőkre vonatkozó felelősségbiztosítási keretrendszert. Az építésügy átalakítását célzó intézkedési tervről és a hozzá kapcsolódó feladatokról ebben az évben kormányhatározat is született. Az építésügy átalakítását célzó intézkedési tervben a lakosság építkezéséhez kapcsolódó bürokrácia csökkentés is szerepel. Megszűnik az építési engedélyezés, a lakóházak esetében egyszerűsítés és mintatervek bevezetése várható. A jegyzők helyett a járási hivatalok fogják kiadni az építési engedélyt, a családi házak építéséhez pedig elegendő lesz a terv hatóság által tudomásul vétele. Az érintett szakmai szervezeteknek, tehát az építészkamarának, a mérnökkamarának a bevonásával szeretnék kidolgozni az építészeti mérnöki tervezési és szolgáltatási rendszert és az ahhoz kapcsolódó minimális tervezési díjszabást. A kormányhatározatban szerepel a közepes és nagy léptékű közpénzből, illetve uniós forrásból megvalósuló építési beruházások támogatása is. Az ebben leírtak szerint létre kell hozni a 2014-20-as uniós programozási időszak fejlesztési forrásainak hatékony felhasználását, valamint a gazdaságos és fenntartható üzemeltetés érdekében egy nemzeti beruházás előkészítési alapot. A bürokrácia csökkentése mellett támogatható lenne egy innovatív, szolgáltató szemléletű felhasználóbarát, az építésügyi közigazgatási eljárásokat elektronizáló e-építési rendszer. Köszöntöm a stúdióban Vég Józsefet, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei építészkamara elnökét. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Kezdjük talán azzal, hogy ennek az új kormányrendeletnek a céljaival alapvetően az építészkamara mennyire tud azonosulni? Hát én egy igen lelkes pártolója, és tulajdonképpen egy-két éves várakozás után végre olyan szintű összefogott csomaggal állt elő az egyébként a mi szakmánkat irányító miniszterelnökség helyettes államtitkársága, ami azt gondolom, hogy a mi szakmánkban sok éve felhalmozódott görcsöket, problémákat próbál kezelni, vagy legalább kimondani. Úgyhogy ebből a szempontból én éppen a mai kamarai elnökség üléséről futottam át ide a stúdióba, és hát hasonló témáknak az apró pénzre váltásával foglalkozom. Melyek voltak ezek a neuralgikus pontok, amiket most megoldott ez a kormányrendelet? Kezdjük azokkal, amik a lakosságot elsősorban érintik. A megoldások még azért nem születtek meg, a szándékok minden esetre itt vannak. A lakosság szempontjából nevesítve is ennek a 15 pontos intézkedési csomagnak az első pontja a lakossági építkezésekhez kapcsolódik. Ebből ezen a fórumon beszéltünk már egy pár szót arról, és itt a bejátszáshoz kicsit pontosításokat azért akarok tenni. Tehát az építési engedélyezés a lakásépítésben azért továbbra is itt van. Ennek egy bizonyos léptékig, ennek a léptéknek a határa az a 160 négyzetméter, amit lassan megtanul mindenki, aki ezzel foglalkozik. Eddig a szintig, aki építkezni akar, gyakorlatilag tervre, tervezőre azért szüksége van, tehát benyújtandó anyag továbbra is feladat az építkezőnek, de nem építési engedélyhez kötötten, hanem építési tudomásulvételi eljárásként. Ez pedig egy beadvány után egy türelmi időt, ami talán 15 napon jelenik meg, ki kell várni, és ha addig senki nem mondta azt, hogy itt valami butaság készül, vagy nehogy belekezdjél, akkor el lehet kezdeni jogszerűen építkezni. Az ettől nagyobb léptékű épületeknél viszont marad a ma is meglevő rendszer, hiszen azért a több száz négyzetméteres kispalotákat vagy sóstúlyúti villákat kicsit komolyabb tervek alapján és még nagyobb odafigyeléssel kell azért végigcsinálni. Mennyire sérül esetleg ebben a városkép alakítása, hiszen hogyha engedély nélkül lehet ilyen kisebb méretű épületeket felhúzni, akkor ez nyilvánvalóan... Gondolom intézkedési terve erre. Egy egészen másik pontjában a főépítési rendszer megerősítése szerepel. Tehát nem csak a kiemelt léptékű városoknak szán szerepet a jövendőben az építési igazgatást irányító tárca, hanem
59 járási székhely bír jelenleg Magyarországon építésengedély kiadási, tehát elsőfokú építési hatósági jogkörrel. A program szerint minden ilyen ponton főépítésznek kell, vagy kellene ülnie, sőt, még érdekesebbet mondok, egy új kategória is megjelenni, ami a tőlem is idősebbeknek lehet, hogy nem új, de a városi főépítész, mert a városi főmérnök fogalma is megjelent, úgyhogy itt az építész és a mérnök kamarának, vagy a szakmáknak gyakorlatilag úgy tűnik, hogy teljes lefedettsége kialakulhat, és ezek a személyek tulajdonképpen felelősek lennének azért, hogy ezeket a kicsit talán tipizált, vagy egyszerűbben is kezelhető engedélyezési formákat valamilyen irányba tereljék, és szakmailag mégiscsak legyen koordinálva, és irányba állítva a építetői szándék. Mennyire változik az építész szerepe ebben az új szabályozásban? És például itt a mintatervek bevezetésére is gondolnék. Ezek a mintatervek vegyes érzelmeket váltottak ki a szakmába. Részben azért, mert valaha a rendszerváltás előtt létezett ilyen kategória, hogy típusterv. Úgyhogy kínosan és igen érzékenyen mindig kijavítják a programalkotói ezt a nehogy a típustervre gondoljunk, ezek úgynevezett mintatervek. A szándék az, hogy gyakorlatilag tájegységi karakterekkel, és ez akkor Magyarországon 5-6-7, nem tudom hány régiót jelenthet, bíró úgynevezett mintaterv kollekciója jön létre, aminek a megszületését, tehát bizonyos forrásokkal támogatja is az építésügyi kormányzat. Amikor ez a bázisanyag létrejött, mint mintaterv kollekció, ezek nem egy statikus állapotként kellene, hogy megszülessenek, hanem azok a tervezők, akik egyébként magánzóként mondjuk ebből élnek és otthon rajzolgatnak, az erre alkalmas terveikkel pályázhatnak arra, hogy bekerüljenek ebbe a országos mintaterv kollekcióba, és akik erre méltók, azok egy zsűri után be is fognak tudni. Akik pedig országosan a keretből lehívnak terveket, azok szerzőjogdíjat fognak fizetni annak az alkotónak, aki netán Tákoson vagy éppen Csengerben alkot, és az országos listán van egy háza vagy kettő. Egyébként az árvízi újjáépítés nálunk egyfajta ilyen analóg logikát követett, tehát ott volt egy portfóliója választható házaknak, és volt amelyikből 3 épült, volt amelyikből 30 épült, és az adott szerző ennek megfelelően részesült valami javadalmazásba. Tehát azt mondom, ne izguljanak azok se, akik kisebb projekteken vagy családi házakon élő építészek vagy tervezők, nekik is nyitott adott esetben még ez a pálya is. A másik oldalon viszont hát egyesek félnek attól, hogy a úgynevezett tipizált vagy mintatervként használt házak egyfajta sablonosságot, és egymás mellett öt fog állni ott, mert mit tudom én, Mari néni meg Juliska néni egymásra irigykedve ugyanazt fogja csak átszínezni, nem tudom. Tehát ebből sok ilyen aggály is fölmerült, azért azt gondolom, hogy ezek a mintatervek pusztán egy részét az építetői közegnek, vagy az építkezéssel foglalkozni kívánóknak egy rétegét szolgálják ki, de ezekhez is kell egyébként építésztervező, itt ugyanúgy születik azért dokumentáció, engedélyezés, stb. Tehát ez a 160 négyzetméter az meg egy másik limit. Ezek a típus tervek, vagy típus, most már is elrontom, még én sem akartam ezt a szót mondani, mint a tervek, ezek valójában hát egyfajta könnyítést, időbeli gyorsítást és költség megtakarítást is jelenthetnek azoknak, akiknek mondjuk építkezés elején, meg pláne tervezőként tudom, ott minden 1000 forintról cívódik az ember, később a 100 000-ek is szaladnak akármire, betonra, téglára, nem tudom, de végül is a tervezésnek az első fázisában ez azért egy segítség lehet, de lesznek egyedi, nagyobb, komolyabb építmények is nyilván a piacon, amiknél ezek a mintatervek nem fognak szerepet játszani, és a főépítészek felelőssége, szerepe, hogy ezekből a dolgokból azért egy utca, ha születik, az egyediekből meg a mintákból mondjuk a végén mégis valami emészhető legyen belőle. Ebben az új szabályozási rendszerben változik-e valamennyire a kamara szerepe vagy feladatköre? Azt gondolom, hogy minden pont szinte ebben a intézkedési terv csomagban olyan udvariasan kezdődik, hogy a szakmai szervezetekkel, kamarákkal egyeztetve történik majd ez az amaz, sok minden. Úgyhogy úgy gondolom, hogy a saját önbecsülésünk, de talán még fontosabb az, hogy a korábban talán egy kicsit élőbb, jobb szakmai megítélése az építészeknek, vagy a mérnököknek, nem a vagy inkább és a mérnököknek, én mindig együtt szívesen használom ezt a két
bár nem teljesen egyforma, de egymás nélkül létezni nem tudó szakmát. Tehát ennek a társadalmi megítélése és fontossága javuljon, talán az, hogy én ma itt ülök, az is ennek egyfajta üzenete tud lenni, és én személy szerint is igyekszek sokat tenni azért, hogy beszéljünk sokat az építészetről, erről az egészről, hiszen itt mindenki ebben a közegben él, mindannyiunknak az élete az, ami az utcán fogad, és azok a építészek, mérnökök csinálták alattunk az aszfaltot, fölöttünk a lámpákat és oldalt a házakat, tehát valójában az a jó, ha ez a dolog ez széles társadalmi figyelmet kap. Ebben a csomagban egyébként például van egy olyan pont, ami kifejezetten a vizuális kultúrára nevelést is, ami szakmánk küldetéseként kezeli, és kidolgoz az építészkamara, már vannak erre ilyen kísérleti csomagok, óvodától kezdve óvodai foglalkozások keretében nem épület tervezés, de komponálni gyurmából. Így is úgy is csinálnak ilyeneket az óvodákba. Tehát egy ilyen vizuális nevelésre kitalált program indul el, ennek lesz egy kísérleti foglalkozása, egy-kettő majd valószínűleg itt Nyíregyházán is, ennek már egyeztetés alatt a helyszíne, stb. És ez végig akar majd menni a középiskolától az egyetemig, akinek eddig építhetjük mondjuk. Erről egy külön műsort is érdemes lenne majd csinálni, mert köszönöm, hogy befáradt hozzánk a stúdióba. Örülök, hogy itt lehettem. Köszönöm szépen.